Megérkezett a vadonatúj Seat Ibiza. A Seattól már megszokott, nem túl meglepő, ám ebben a kategóriában mindenképpen vagánynak számító minőségi formaterv. Nagyon lendületes, szép lámpaformák, ugye a Seat logó, illetve a hűtőrács az ugyancsak az Altea modellről már ismert, és az autó egész eleje tulajdonképpen az Altea modellt, illetve a Leonnak a formavilágát idézi. Gyönyörű, könnyűfény felni, az, ami kicsit feldobja az autót, és hát még itt az első ablakon is megtalálhatjuk ezt a Seatos sajátosságot, ezt a mini kis kilátásra nem nagyon alkalmas, de formailag mindenképpen már a Seattól megszokott oldalablakot, ami picit inkább zavarja az oldalról kilátást, mint sem segíti. De hát van azért mellette még éppen elég nagy üvegfelett itt az első, illetve a hátsó ajtókon is. Nagyon szépen formázott, külön felhívom a figyelmet a nagyon aerodinamikus visszapillantó tükörre, és hogyha tovább haladunk hátra, akkor ugyancsak itt a hátsó ajtónál, illetve az hátsó oldalajtónál megfigyelhetjük ugyanazt a formavilágot, amit az Alteánál, illetve a Leonnál tapasztaltunk. Nagyon szépen formázott és egyéni formavilágú a hátsó lámpa, és a Seattól már megszokott hatalmas logó rejti ugye a csomagtér nyitás kilincsét is egyben. És ha ide bepillantunk, akkor azt kell mondani, hogy Ibizától szokatlan módon tágas csomagtér, ami fogad. Az is jól látható, hogy eléggé mély és eléggé széles is, és hogy lehajtható, két részleten osztható és lehajtható a hátsó üléstámlai. További értékes litereket nyerhetünk a pakolásnál, és így igazán egy kis család számára mindenképpen lehet mondani, hogy egy hétvégi kirándulásra is alkalmas autóról beszélünk, ami szerintem mindenképpen a formájával fogja megnyerni a vásárlóit, és aki eddig szerette az Ibizát, az most még jobban fogja szeretni, vagy esetleg a Leon és az Altea belépő modelljeként is használható, akár a családon belüli második autóként is az új Ibiza. Első formavilág tehát megnyerő, mint ahogy azt az utóbbi években már a Seattól megszoktuk, de nézzük, hogy mi újság belül, hogyha helyet foglalunk az első ülésen. Hát a beltérben először is az a kellemes meglepetést fogad, hogy páncélajtószerűen záródik az ajtó, tehát nem az a régebbi modellektől megszokott zörgős ajtócsapódás van. Azon kívül, ami egy fontos dolog, és a Seatnál meglepő, hogy még az ennél egyel magasabb kategória alta a modelleknél is, és általában mindenütt ez a kemény kopogós műanyag fogadott minket itt a műszerfal környékén. Itt, ha nem is az egész, de a felület nagy részén ilyen puha habanyaggal alápárnázott borítás van. A szélvédő alatti rész persze az már kemény, de hát azt nem kell kopogtatni, meg nem hajtja nyugovóra az ember ott a fejét, jó esetben. Az oldalajtó kárpitozása az hiányzik, tehát az gyakorlatilag műanyag, de hát az a tisztán tarthatóság szempontjából talán előnyösnek mondható dolog. Tárolórekeszek vannak bőven, van egy lenyitható kesztyűtartónk, ugye az oldalajtóban is eléggé tisztességes méretű tárolórekeszek vannak. Itt két pohárnak, meg még egy-két apró csecsebecsének elegendő hely van a váltó előtti területen, és hát itt ez a könyöklő, ami lefelhajtható, ugyancsak egy tárolórekeszt rejt magában, ami egy hasznos dolog feltétlenül lehet mondani. Egyébként az ülések talán nem annyira sportosak, mint ahogy azt egy Seatnál elvárnánk, de mondjuk ebben a méretosztályban megfelelnek, mondható ebben a kategóriában. Eléggé hosszú, már kicsit keskenynek tűnik az ülőlap, viszont nagyon jó formázott a fejtámasz, és hogyha a vezető oldalra koncentrálunk, akkor a kormány is egy kicsit ilyen bőrbevonatot utánzó formájú, picit a Hondától átvett, mondjuk úgy finoman formájú, érdekes, kis vagány, sportosabbá
varázsoló dísz van itt a kormány, a három külös kormányon, és a hatalmas Seat logó trónul itt középen. A műszerfalú pedig annyit egyébként, hogy ha ide bepillantunk középre, akkor a két analóg óra között láthatjuk, hogy egy nagyon remek komputer van, ami elég sok mindent elárul a fogyasztásról, a megtett és megtehető kilométerekről. Na hát akkor nézzük, mit tud ez az 1.4-es 86 lóerős benzinmotor. Hát mindenek előtt meglepően csendes a járás egy indítás után, sőt menet közben is ezzel reklámozza a cég ezt a hajtóművet, és jogosan. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. Kicsit az útegyenetlenség, a futómű hangok jönnek talán be az autó belsejébe, a motorhang nem annyira, tehát egészen kellemes, csendes járású, nem túl forszírozott, mai szinten már átlagosnak tekinthető teljesítményű 86 lóerős motor, egy 4-es motortól ez egy ma már elvárható átlag. Azt nem mondom, hogy sportautósan gyorsítja a járművet, ugye 12 másodperc körüli a 100-ra gyorsulás ideje, illetve 180 körüli a végsebesség, de hát azt mondanám, hogy inkább olyan 140-150 az a kellemes utazósebesség, amivel haladva még egy aránylag elfogadható 8 liter körüli fogyasztással is elboldogolunk. A futómű tényleg, ahogy a Seatoktól megszoktuk, sportosnak mondható, ebben a kisméret osztályban ez könnyebben megoldható dolog is, valóban kicsit gokártosan vezethető. Pár első kerékhajtású járműről van szó, és eléggé magas oldalfalú gumikról, tehát ennél egy peresebb gumival még jobban élvezhető, még élvezetesebb lehetne a közlekedés ezzel a járművel, de így sem rossz. És a dinamikus forma végül is a beltérben is visszaköszön, és a menet tulajdonság is valószínűleg egy erősebb motorral még jobban érezhetőek, és még sportosabb a feeling. Ami fura egyébként most így a menet tulajdonságtól eltekintve, már a kormányzás is nagyon direkt, közvetlen, váltó is jól működik, de tulajdonképpen nem nagyon találni hibát az autóban. Jól elférek, tehát a 190 centis magasságon fölött még van azért 10 centinyi hely, tehát nem lehet szűkösnek sem mondani a belteret. A könyöklő ugyan extra felszereltség középen, de nagyon jó szolgáltat tesz. Rádió ebben a modellben nincsen. Annál inkább fontos, és annál inkább dicséretre méltó, hogy anélkül, hogy zenét kéne szólaltatnunk, így sem hallatszik be a motorhang. Tehát nem kell zenével elnyomnunk a motorhangot. Egyébként amiben van, volt szerencsénk más Ibiza modellt tesztelni, egészen jó minőségű kifit szerelnek bele, és az is élvezetes, hosszabb távon mindenképpen komfortosabbá teszi az utat. Egyébként légkondicionál már ebben az alapfelszereltség, a referenc felszereltségű modellben is van, melynek vétára 3.140.000 forintról indul, és egy-két extrával fölment itt már 3.350.000-re, ami nem mondható kevésnek, de az tény, hogy egy egyéniséget, egy sajátos, szép formavilágú autót kapunk, ami talán mostanában forgalomban lévő modellek közül a Mazda 2-eséhez hasonlíthatóan, áramvonalas, szép, amit ebből a méretosztályból ki lehet hozni a formavilágban, azt feltétlenül kihozzák. Talán ennek az autónak nem annyira csekély az önsúlya, mint a Mazda 2-esé, ami talán formája miatt vetétársának mondható, de gazdaságos üzemű, megbízható technikája autónak látszik, ígérkezik. Hát ugye a Volkswagen csoport adja az alap felszereltséget, az alapját a járműnek, a hajtóművet is és a futóművet is, nagy meglepetések nem érhetik az embert. Hát nyilván aztán a tartóság az meg hosszabb távon derül ki, hogy mennyire lesz erénye ennek az új Ibizának. Így elsőre mindenképpen élményszerű volt a vele való autózás.